1934-ben született, a mai Szent István király úton laktak. Kisgyermekként a fővárosban bujkált szüleivel, majd visszatértek Kalocsára. 1956-ban aztán elmenekült Magyarországról. Az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le, Los Angelesben élt dokumentumfilmrendezőként, egyetemi tanárként. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi kutatásai során bukkant rá az egykor virágzó zsidó közösségre. A túlélőket keresve jutott el többek között Kálmán Gáborhoz, aki elmesélte családja és saját történetét. Ebből aztán egy különös dokumentumfilm is született, Egyszer volt címmel. 2009-ben az egykori túlélők leszármazottaik találkoztak itt Kalocsán egy emléknapon. Akkor így nyilatkozott televíziónknak. Először a 70-es évek közepén voltam itt, és akkor még már senki nem volt itt Kalocsán, család, rokonság, hiszen már utolsó zsidó is elment innen. De kötődés nem a zsidósághoz van, hanem valóban Kalocsához. És vissza-vissza járogattam, hát a temetőben vannak a nagyszüleim. Nem mondanám, hogy minden évet, de többször voltam. Kálmán Gábor 86 éves volt.